köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ennyien itt vagyunk. Ez valójában egy véletlen, hogy nem az, hogy itt vagyunk, hanem hogy az egész kiállítás, ha ezt egyáltalán kiállításnak lehet hívni, inkább ez egy ilyen akcióművészeti projekt, aminek az ötlete akkor jött elő, amikor a Dévényi Tamás elkezdte szervezni, és aztán összehozta ezt a mesteriskolás találkozót, és mindenki örült mindenkinek, meg hogy egyáltalán itt voltunk. És hát hiányzott Tomai Tamás, aki nagymestere volt ennek az egész iskolának, és az utolsó évekig végig kísérte, és segítette az egészet a saját kis világával. Nekem szerencsém volt, mert valahogy úgy hozta az élet, hogy így összekapcsolódtunk, ki tudja, hogy miért. És amikor a Terber Itával itt beszélgettünk róla, hogy hiányzik innen a Tomai Tamás, akkor hogy kéne valamit csinálni. Hát mondom, én biztos, hogy nem fogok csinálni semmit. Legfeljebb azokat a faxokat szedném elő és raknám ki, amiket egyszer vagy egy időszakba küldött. És a Ritának ez az ötlet valahogy megtetszett, és aztán most ez itt így megvalósult viszonylag gyorsan. Tehát, hogyha ezt megpróbálnám meghatározni, hogy ez miért is izgalmas, vagy egyáltalán miért érdekes, mert valójában ezek melléktermékek, hogy úgy mondjuk, tehát nem egy produktum, nincsenek összerendezve a rajzok, tehát ezt nem hívhatjuk építész kiállításnak, hanem csak egy ilyen művészeti projektnek. És hogyha ezen így elmélázunk, akkor ha azt mondjuk, hogy a Tamás mindig kiszínezte a rajzait, akkor csinálhatunk egy olyan kiállítást, ami megnyílik fekete-fehéren, és utána meg színesen zárul. Ezért készültünk másolatokkal, és akkor ha mindenki vállalja azt felnőttként, amit már nagyon kevesen merünk gyerekek lenni, akkor mindenki a saját identitásának megfelelően kiszínezheti. És a továbbiakban is szeretném ezt az egészet így definiálni, vagy meghatározni, akkor két filmélmény az, ami szerintem kapcsolható. Most is megy még a mozikba a Bergman szigete, aki látta, az esetleg tudja, hogy miről beszélek. Két rendező elmegy Ingmar Bergmannak a házába, egy ilyen nagyon kevesen lakta szigetre, és akkor ott próbálja a nagy rendezőnek az identitását keresni, vagy a saját identitását keresni, vagy akár a John Malkovich mellett 1999-ből, amikor egy bábművész, akire már nincsen szükség, elmegy egy irodaházba, ahol nem találja magát, de talál egy ajtót is, ahol be tud menni egy fél napra a Malkovichnak a fejébe, és különböző élményeknek a részévé válhat. De hogy van még egy csomó hívószó, ami így a napokban előkerült így a fejembe. Az egyik a fax, amit az idősebb korosztály tudja, hogy az mit jelentett. A fiataloknál nem is értik, hogy mi az, hogy fax. Hát gyakorlatilag faxsal kommunikáltunk, és ez egy ilyen 2-3 évnek a terméke, de hát nyilván 15-17 évvel ezelőtt volt, aztán utána az e-mail miatt ez teljesen eltűnt. Ugye a faxok mindig fekete-fehérek voltak, még akkor is, hogy a színes képet küldött át az ember, és akkor mindig tartozott hozzá egy beszélgetés, mert hát azért kellett arról beszélni, ami átjött képekbe. Aztán utána ez a gyűjtögetéses hülyeség, hogy az ember így nem dobja ki a dolgait, hogy azt vannak, akik kidobják, vannak, akik nem. Nekem valamiért ezek lelettek dossziézva, és azért sikerült ezt így megőrizni, és most ezt így kiállítani, ami piszok érdekes, mert ez egy ilyen nagyon privát szféra, kicsit úgy is érzem, hogy ezek olyan titkok, amik rejtve maradnának, sőt, biztos van olyan változat, ami föl se lett szerkesztve, csak éppen föl lett skiccelve. Van, ami megvalósult, volt, ami nem valósult meg. Tehát gyakorlatilag egy folyamatot is bemutat, egy olyan tervezési folyamatot, ami minden építész végigmegy. Aki építész, az ezt nyilvánvalóan tudja.
Nyilván egy közös munka, itt időrendben vannak kiállítva ezek a faxok, és öt projekt keveredik, ugyanúgy, ahogy keveredik mindig minden, és akkor mindegyikben van valami áthallás, tehát meg lehet találni azokat a kapcsolódási pontokat, amik így érdekesek. És nagyon sokáig nem is akarom ezt az egész dolgot. Van még egy-két ötlet, amit akartam beszélni, most lehet, hogy elő tudom szedni ezeket a hívószavakat. De nagyjából ezt lehet, hogy össze is foglaltam, amit itt szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ez nem egy kiállítás. Van építészeti vonatkozása, van egy ilyen megemlékezés a nagymesterrel kapcsolatban, és van egy letűnt kornak a ideájának a keresése. Úgyhogy ez ennyi, semmivel nem több. És mivel mindig kell valamilyen idézetet felolvasni valahonnan, tudom, hogy ez nem olyan, amit adott esetben a Tamás felolvasna, de azért én mégis gondoltam rá, hogy én ezt szerettem. Ez a, aki kötelező olvasmány volt, és olvasta, az lehet, hogy tudja. Ez a Volternek a Kandídja, de talán a Pangloss mesternek a legnagyobb igazsága benne van, már rögtön a 8. oldalon. Úgyhogy csak ebből egy bekezdést olvasnék fel. Pangloss a metafizikával vegyes teológiát és a kozmológiával kapcsolatos krenitológiát tanította. Remekül tudta bizonyítani, hogy nincs okozat nélkül, hogy ebben a lehető legeslegjobb világban a nemes bárókastély a legeslegszebb várkastély, és hogy a nemes báróni a bárónék legjobbika. Bizonyos, mondta, hogy kimutatható, hogy nem is lehetnek másképp a dolgok, mert ha már mindennek célja van, mindennek ugyebár, szükségképpen a legeslegjobb célért is van. Órunk például azért van, hogy legyen mind hordani a szemüveget. S lám, ezért is hordunk szemüveget. Lábunk láthatólag arra való, hogy nadrágot húzzunk rá, ezért is van nadrágunk. A kövek arra teremtettek, hogy szépen megfalgják őket, no meg persze, hogy kastélyokat építsenek belőlük, ezért is van ő méltóságának ilyen gyönyörű kastélya, a tartomány legnagyobb ura illő, hogy a legeslegszebb házban lakjék, s mivel a hízódisznók arra valók, hogy megegyék őket, azért tesszük mi disznóhúst egész álló esztendőben. Következőleg, akik azt állítják, hogy minden jól van ezen a földön, ostobaságot állítanak. Azt kellene mondaniuk, hogy minden a legeslegjobban van. Úgyhogy én arra búzítok mindenkit, hogy merjen egy picit gyerek lenni néhány percre, és üljön oda az asztalhoz, és színezzen, és keresse meg azt az időpillanatot. Egy dolgot hagytam ki, hogy a legszebb ezekben a faxokban, hogy ott van, hogy ki küldte, melyik évben, melyik hónapban, melyik percben, melyik órában és melyik percben. Tehát ugye ez egy olyan időpillanat, egy olyan lopott pillanat, amihez nyilván mindenki tud kapcsolni, vagy nem tud kapcsolni, de egyértelműen meghatározható. És amiről még akartam beszélni, ami így nagy hatással volt, amit az elmúlt években kicsit le voltam maradva itt a tendenciákhoz, hogy van egy Pierre Nora nevű történész, egy francia történész, és aki az egész ilyen identitástudat keresésnek egy ilyen nagy kardivője volt, és ő azt mondta, hogy gyakorlatilag emlékhelyeket, lieu de memoárokat hozunk létre, olyan pontokat, amihez viszonyítani tudunk, és a valódi emlékezés az már eltűnt, mert hogy nincsen szükség emlékezésre, mert mindig vannak viszonyítási pontok, olyan helyek, olyan emlékhelyek, amihez az igazodásainkat tudjuk igazítani, vagy az identitásunkat. Úgyhogy akkor ezzel megintanám ezt a happeninget, ami egy kicsit abszurd, vagy szürreális, de remélem a végén ez jól zárul. Köszönöm.